A Nyíregyházi Állatpark új létesítménye, a különleges állatok gyűjteménye. Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók mellett, hiszen a dzsungelszerű növényzet között igazi ritkaságokat is megfigyelhetünk. Ilyen például a Dél-Amerikában őshonos Geoffroy macska. Ez a magányos életmódot folytató állat eredeti élőhelyén kerüli a dzsungel legsűrűbb részét, előnyben részesíti a magasban fekvő, száraz, sziklás területeket, ahol a fák és a bokrok jó rejtek helyet kínálnak. Megél akár a 3300 méteres tengerszint feletti magasságban is. Különleges mintázatú bundája miatt természetes élőhelyén az állománya erősen fenyegetett, mivel prémje a szőrkereskedelemben nagyon kedvelt. Állatkertekben is igazi ritkaságnak számít, a Nyíregyházi Állatpark Viktória házában élő 6 éves Geoffroy macska Németországból érkezett. A Viktória ház egyik igazi kuriózuma a Geoffroy macska, hiszen a világ állatkertjeiben mindösszesen 100 egyedél belőle. A mi állatunk is az Európai Tenyészprogram keretében jött hozzánk, egy fiatal hímről van szó, mindenképpen szeretnénk hozzá mennyasszonyt, hogy már jeleztük a faj koordinátorának igényünket, reméljük, hogy hamarosan egy gyönyörű kis cicalánnyal fog gazdagodni a gyűjteményünk. Egyébként egy éjszakai életmódot folytató állatról van szó, de a szerencsésebb látogatóink nappali portázás közben is megfigyelhetik. A Geoffroy macska vadonban töltött életéről csak keveset lehet tudni, mert ez a félénk állat ritkán hagyja el az erdőt. Éjszakánként puha léptekkel oson az aljnövényzetben, madarakat és kisemlősöket keresve zsákmányként. A Geoffroy macskák meglepően jól úsznak, a víz közelében élők alkalomattán még halat is fognak. Könnyedén és biztosan mozognak a fákon, miközben a félhomályban foltos bundájuk beleolvad a környezetbe, ezért mindig előnyben vannak az ellenféllel szemben.